Szerbusz Gábor, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél. Én bevallom őszintén, hogy én soha egy sort nem olvastam tőled, amíg meg nem írtad a Paleolit táplálkozás című könyvet. Én ezt a könyvet megvettem novemberben, elolvastam, körülbelül a feje tetejére állította az én elképzeléseimet a táplálkozásról. Szeretném, hogyha egy picit erről a szellemi hátteréről mondanál nekem, hogy te a saját életedben hogyan jutottál ehhez a táplálkozási rendszerhez. Mindig is törekedtem arra, hogy egészségesen táplálkozzak, csak hogy ez rengeteg tévhit elfogadását jelentette. Tehát fiatalabb koromban mindenféle ilyen ostoba a tévhitnek bedőltem, amiknek részben száfolata ez a könyv. És hát körülbelül 2000 környékén kezdtem én kapizsgálni, hogy ez a koleszterin dolog például nem, nem egészen stimmel. 2002-ben jelent meg egy koleszterin mitosz című könyv. Ezt amikor én elolvastam, akkor ilyen áhá élményem volt, hogy hát akkor tessék, akkor mégiscsak jól sejtettem én, és akkor onnantól így fokozatosan ismerkedtem meg, hát persze közben rengeteg Más irányba is elmentem, úgyhogy nem mondanám, hogy én a táplálkozás tudományal folyamatosan foglalkoztam, de mindig így beleásogattam. És aztán a koleszterin mitosz után, hogy akkor elkezdtem nézegetni én is, pláne közben volt egy, egy nagy fordulat az életemben, amikor az antidepresszánsok kapcsolatos csalásokat, meg, meg szélhámoskodást ö, fölismertem, és ezt megírtam egy könyvbe. E, ekkor azt hiszem, hogy a, a tudomány kritikai vénám ekkor erősödött meg. Tehát én korábban ö, azt úgy nevezném, a korszakolnám magamat, hogy, hogy volt egy naív tudós korszak, amikor ami egy lektorás labban megjelent, tehát szaklapban, azt én készpénznek vettem. Tehát ezt úgy gondoltam, hogy Miért akarna bárki hazudni? Na most ezzel a szemüveggel, aztán elkezdtem a táplálkozás tudományi állításokat is szemügyre venni, és akkor sorba jöttem rá, hogy teszem azt például a tej, az egy rendkívül ártalmas táplálék, aztán lassan kiderült, hogy a gabonák is. Nagyon sok egészségügyi websájton már régóta olvasgattam mindig ezt, hogy a, a grény, tehát ezek a magvak, ezek nem jók. És akkor hogy mindig úgy kacérkodtam vele, hogy hát igen, igen, de hát azért elég elképesztő gondolat. És aztán pár évvel ezelőtt így, így fokozatosan elkezdtem leszokni a kenyérről. Már csak egy ilyen nagyon speciális, alacsony kalóriatartalmú kenyeret ettem, abból is két szeletet naponta. És akkor észrevettem, hogy nagyon elkezdtem fogyni. És akkor, akkor ástam bele jobban. És akkor valakiben mikor kirajzolódott bennem, hogy a nyugati táplálkozással mi az igazi fő probléma, akkor, mint egy ráismerésként rátaláltam a paleolit táplálkozásról, hogy hát ez az, ami valójában lefedi azt, ami ami a nyugati táplálkozás ellentéte. Tudjuk-e azt, hogy ki az, aki mondjuk ezt az úgynevezett paleolit táplálkozást elkezdte, vagy ez így több országból és több szerzőtől tevődik össze? Sokan azonosítják a, a paleolit táplálkozást a Loren Cordain professzorral, azonban az az igazság, hogy ez már jóval előbb kezdődött ez a történet. A 60-as években kezdett el megformálódni az evolúciós orvoslás, és egy Boyd Eaton nevű kutató és társai rekonstruálták az ősembernek a táplálkozását. Aztán később ráismertek, hogy hát ez végül is a természeti népek táplálkozásával azonos. tehát hogy nem kell ö, leletek után bogarászni, hanem egyszerűen a, a mai élő természeti népeket, akik őkori, kőkori körülmények közt élnek, azoknak a táplálkozását kell tanulmányozni. Tehát itt lényegében egy majdnem 50 éves mozgalomról van szó. A paleolit táplálkozás az nem egyenlő azzal, hogy korlátlan mennyiségben eszünk húst, az zöldségek rovására. Egyébként neked könnyebb dolgod van abból a szempontból, hogy te szerzőként írsz, én viszont emberekkel ugye konzultálok, tehát nekem kell valahogy ezt keresztül vinni, és amikor mondjuk egy pici gyerekről van szó, és egy anyukkal kérdezi aggódva, hogy hát de nem ártok-e a gyerekemnek azzal, hogyha mondjuk kivonom a Gabonákat, vagy kivonom a tejtermékeket, és akkor nekem valahogy meg kell őt nyugtatnom, és el kell magyaráznom, hogy nem árt vele. Hogy te mit gondolsz erről például, hogy a gyerekek esetében mennyire alkalmazható ez a táplálkozás? A gyerekes anyukáknak én azt szoktam mondani, hogy a természeti népek is gyerekeket nevelnek, és ott nem isznak reggel kakaót, meg nem esznek túrorudit, meg nincs ez a kálciumőrület. Úgyhogy ez, ez, egy jó példája annak, hogy, hogy nem kell félni attól. Tehát az emberek fejébe az élelmiszeripar, meg a nyugati orvoslás belevert olyan félelmeket, meg olyan mitoszokat, hogy azt gondolják, hogy nincs is élet már tej nélkül. ez az utóbbi 100-150 évnek a terméke, hogy, hogy ekkora szerepet kapott a tej és a tejtermékek az étrendünkben. A te családodban hogy néz ki ez a dolog? Tehát nálatok mindenki paleó, vagy részben paleó? Hát a lányom az, az teljesen paleó, a feleségem az, az nem. Kamasz korban egy életmentő dolognak látom. Tehát amikor egy kis túlsúly kialakul, vagy egy pattanásosság kialakul, akkor ezt gyönyörűen lehet ebben a diétával karbantartani. Amikor ezt a könyvet megírta, tehát ebben ugye vázoltad a paleolit táplálkozásnak a paramétereit, de a könyvnek a háromnegyed része az igazándiból a modern nyugati táplálkozásnak a kritikája. Tehát itt nagyon sok olyan táplálkozási mitoszt te komolyan megkérdőjelezel, amivel körülvéve élünk, ami most már olyan, mint az ABC, és amitől nagyon félünk elszakadni. Majdnem 900 szakirodalmi hivatkozást soroltam föl a könyv végén, ugyanis nem szeretek proféta lenni, tehát nem szeretem, hogy csak úgy leírok valamit, hogy mit tudom én, a koleszterin mitosz az tévedés, aztán aki akarja, elhiszi nekem, aki akarja, nem. Én egy picit, tehát mondjuk így, hogy a, a, tudós létemnek a lényege, hogy én kicsit hátrébb lépek, és azt mondom, hogy szóljanak helyettem a tények. Tehát a, a koleszterin mitoszról egy nagyon, meg a szívbetegség és kardiovaszkuláris megbetegedésekről egy nagyon nagy fejezet szól, ugyanis ezt 60 év alatt iszonyúan belesújkolták az emberek fejébe. Mindenki fejében ezért, még azért van, is, aki elolvasta a könyvet, elkezdi táplálkozni, és aztán ír nekem egy levelet, hogy neki egy kicsit magas a koleszterin szintje, hogy mit csináljon vele. És akkor visszaírom, hogy akkor nem értette meg a könyvet. Örüljön neki, hogy magas. Sokáig fog élni, semmi baja nincsen ezzel. Tehát arra számítottam, mint hogy voltak is erre utaló jelek a könyv megírása előtt, hogy ha, ha, én itt kiejtem a számon azt, hogy a koleszterinnel semmi baj nincsen, akkor, akkor itt iszonyú támadásoknak leszek kitéve. Ugye a Légrádi Péter sorsa az jól jelezte, hogy, hogy lehet diszkvalifikálni egy kutatót csak azért, mert rájön, hogy ez egy téveszme és egy hazugság. A másik nagy tabú téma, az a kenyér, a gabonafélék. Ugye a hivatalos ö, étrendi ajánlásokban ez a, a, piramis alapját képezi, 55% szénhidrat fogyasztást ajánlanak, és szénhidrát alatt nem, elsősorban nem zöldséget értenek, hanem kenyeret és tésztát, meg krumplit, meg hasonlókat. Itt is az volt a célom, hogy, hogy bizonyítékokat soroljak föl arra, hogy a kenyér rendkívül ártalmas hogy 15 ezer év alatt, amióta a fölművelés kialakult, azóta az ember nem alkalmazkodott ennek a megemészt megemésztéséhez és fogyasztásához, és azt szerettem volna ebben a fejezetben is például, hogy ne el kelljen nekem hinni, mert én úgy gondolom, és én utána néztem, hanem, hogy mindenki el az eredményeket, és dönthessen maga is úgy, hogy hát engem ez meggyőzött. Tehát a könyv egy picit nehezen olvasható, de valójában erre nagyon kevesen panaszkodnak. Én azt hiszem, hogy akik megértik, hogy itt egy, egy merőben új gondolkodásmód van, azok veszik a fáradtságot és végigrágják. Tehát lehet, hogy tart, eddig tart, de érzik, hogy itt most valami olyan tudást ö, szereznek meg a könyvel olvasásával, amit eddig sehonnan, máshonnan nem tudtak megszerezni. Az az elképesztő dolog, hogy a, az orvoslás és a közegészségügy, olyan dolgokra fogja a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, ami valójában nem oka. Tehát a zsírra, a koleszterinre, a húsfogyasztásra, miközben ezek nem okoznak semmiféle panaszt, ezért ugye ki kellett fejtenem egy másik alternatív hipotézist, ez pedig a szíves érrendszeri megbetegedéseknek a szénhidrát elmélete. Ebből az elméletből, amit megtanultunk a könyveden keresztül, lassan egy gyakorlat lesz. Nem csak azért, mert ugye több ezer ember vásárolja ezt a könyvet, ami hát egy fantasztikus eredmény, hogy egy ennyire tudományos könyvet rendkívül népszerű és nagyon-nagyon sokan olvasnak. De én, mint táplálkozási tanácsadó, és hát valaki, aki ugye évek óta tanít főzni, elhatároztam, hogy paleolit témában is fogok főző tanfolyamokat tartani, ami eddig nagyon sikeres, és úgy tűnik, hogy erre nagyon van igény, mert az egész rendszer annyira új, hogy itt borzasztó fontos az, hogy gyakorlatban is kapjanak az emberek útmutatást, hogy akkor hogyan lehet átváltoztatni egy háztartást paleomódon. Amit mondtál az előbb, hogy elolvassák az emberek, átrágják magukat a kicsit sűrűbben tudományos részeken is, mert, mert úgy érzik, hogy itt most tényleg valami fontos információ birtokába jutnak. Volt a múltkori tanfolyamon egy fiatal lány, aki azt mondta, hogy ő úgy jár kell az utcán, amióta a könyvet olvasta, hogy amikor látja, hogy az emberek ezeket a kis töltött péksüteményeket, meg mindenféle dolg, tekercseket, táskákat eszik, ugye, amit minden ötödik embernek a kezében lát, és neki pedig egy ilyen nagyon jó leső érzése van, és azt mondja, hogy nem tudjátok ti, amit én tudok. <laughs> és hogy úgy érzi, hogy ő egy ilyen kiváltságos, egyelőre még kisebbségi körhöz tartozik, aki beavatott. egy beavatott, így van. Aki, aki tudja, hogy mi a valóság, és egy nagyon-nagyon jó leső érzéssel tölti el a paleolit táplálkozás könyvből kiderül az is, hogy nagyon sok olyan ö, krónikus betegség, ami tulajdonképpen vezető halálokok is a nyugati országokban, és rendkívül gyakoriak, az egy valami fajta gyulladásos folyamatnak az eredménye. Ezért most ö, írtál azóta egy újabb könyvet is, a Boldogtalanság és Evolúció címmel, ahol a, a táplálkozás és a depresszió kapcsolatát fejtett ki bővebben, és itt is bizonyos fajta gyulladás faktorok vannak ugye a szervezetben, amik ö, depressziós tüneteket is tudnak okozni. Mondanál erről egy kicsit bővebben valamit nekünk? Én magamban a, a 20. 20. századot, meg hát most a 21. századot, amiben vagyunk, ezt a gyulladás századainak nevezem. A a nyugati táplálkozásnak az a sajátja, hogy, hogy nagyon magas gyulladásszintet, egy ilyen ö, szisztémás, az egész szervezetet érintő gyulladásszintet okoz, és az, az orvoslás tulajdonképpen egyfajta zsákutcába jutott azáltal, hogy alapnak vette a nyugati táplálkozást, és ö, minden betegséget ettől függetlenül próbált megmagyarázni. Tehát pont, mivel pont a táplálkozás az, ami megbetegít, de ezt pont nem vizsgálják, mert hogy azt gondolják, hogy ezzel nagy baj nem lehet. Lehet az arányokon változtatni. Na most a, a depresszió az úgy jön be a képbe, hogy ö, miközben a 20. század során egyre csökkent a stressz, egyre jobban éltek az emberek, egyre szabadabbá váltak, ekközben a 1900-as évekhez képest százszorosára nőtt a depresszió. És ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a depresszió és a szívbetegség együtt növek, növekszik. És a két, ez nem véletlen, mind a kettő gyulladásos természetű folyamat. Na most természetesen önmagában a, a, nyugati táplálkozás nem okoz depressziót, viszont egy olyan magas gyulladás szintet eredményez, hogy utána bármi egyéb lelki trauma, sérülés, egy védőoltás, bármi, ami fokozza a gyulladás szintet, az már egy depresszív állapotot tud előidézni. És hát a könyvben részletesen fejezetű fejezetre végig veszem és bizonyítom, hogy a mindenfajta depresszió, tehát a, a, a lelki eredetű depresszió és gyuladásos folyamat, és hát a táplálkozásunk pedig egy nagy kockázati tényező. Tehát azért van olyan sok depressziós, vagy inkább lehangol, boldogtalan, motiválatlan, fáradékony ember, mert hogy nagyon magas a gyulladás szint. És ezt nagyon egyszerűen ki lehet védeni a palauli táplálkozással. Egész gyerekkoromban abban nőttem föl, hogy a, az édesanyám cukorbeteg volt, kettes típusú. A, az elmondása szerint az édesapám is az volt, aki korán meghalt, úgyhogy én nem ismertem. A nagymamám cukorbeteg volt, és a cukorbetegség szövődményében halt meg a nagybátyám is, a Édesapám testvére, azt most tudom, hogy az is cukorbeteg. A bátyám is cukorbeteg lett, bár meggyógyult, mert ő is ösztönösen rátalált a paleolit táplálkozásra, és gyakorlatilag elmúlt a cukorbetegsége, mint ahogy nagyon sok embernek, akik november óta átálltak a paleolit táplálkozásra. A bátyámnak a kislánya. Ö, egy kislányánál kiderült, hogy inzulin rezisztenciában szenved, ami ugye az előszobája a cukorbetegségnek. Én a saját lányomnál is diagnosztizáltam ezt a tünetei alapján. El is ment be, is mérette, és ki is derült, hogy tényleg inzulin van. Ez csak azért tartom fontosnak, mert hogy a, ez mindenképpen egy olyan alap, a, amiért én tulajdonképpen gyerekkorom óta törekedtem egészségesen táplálkozni, mert mindig egy ilyen fenyegető Árny volt ez, hogy, hogy a cukorbetegség ugye örökölhető, mondták. Hát ma már tudom, hogy nem a cukorbetegség örökölhető, mert ha örökölhető, akkor honnan örököltük, ha a természeti népek körében nincsenek cukorbetegek. Már pedig honnan származunk. Na most van egy érdekes elmélet, hogy a, a hízékony emberek, azokban ugye egy úgynevezett takarékos gén dolgozik, és ők a paleolit körülmények közt ők a túlélők, mert nagyon kevés energiából meg tudnak élni, ellenben a, a modern körülmények közt, a túltápláltság miatt ők azok, akik rendkívül hízékonyak. És őket tekintik úgy, hogy ők közvetlenebb leszármazottjai a vadászó, halászó, gyűjtögető népeknek. Tehát valószínűleg az én családom is egy ilyen. Én is valójában hízékony vagyok, esetleg remélem nem látszik rajtam. Az egész családom ilyen volt. Tehát ez, ez jelenti a cukorbetegség kockázatot, a takarékos gén. Ez az, amit öröklünk. Ha háború lenne, akkor, ahogy szoktam mondani, mi lennénk a túlélők.